Műsorunk támogatója a Hargita népe. Kedves nézőink, Karcfalváról köszöntöm Önöket! Ha ide látogatnak, mindenképpen ajánljuk azt, hogy látogatásukat az Erőd templomból kezdjék. Elsősorban azért, mert itt ismerik meg igazából a települést, a településnek a történetét, tartsanak velünk, és továbbra is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek! Körülbelül mekkora a település? A település, tehát tudni kell először is azt, hogy Karcfalva községet két település alkotja, Karcfalva és Csíkjánőfalva. A két település lesz lakossága 2688, a legutóbbi népszámlálási adatok szerint. Ebből a nagyobb település Jánőfalva, 1700 és a maradék Karcfalva. A felcsíki települések között nem túl nagy, tehát kicsinek számít viszonylag. Tehát valamikor is járás székhely volt Karcfalva, meg is látszik ez rajta, és elég fontos helyet foglal el a felcsíki települések sorában. Annál is inkább, mert ugye itt van a felcsíki műjégpálya. Hát sajnos az utóbbi időben a néhány fafeldolgozó, illetve említettem, hogy van egy gyapjúfeldolgozónk is, azunk ezeken kívül mezőgazdaságból, csak ugye az utóbbi időben abból nagyon nehezen lehet megélni. Sokan bejárnak a városba dolgozni, a Balánbányára is feljártak, amíg az meg nem szűnt. Turisztikai szempontból mi az, amit kiemelne, mint látványosság, mint attrakció itt Karcfalvában? Hát ugye a felcsíki műjégpálya is településünkön van, ez az egyik fontos pillére a turizmusnak itt Karcfalván. A másik az Erőd templomunk, amelyik 2012-es évben volt felújítva, és nagyon fontos, tehát itt Erdély szinten is egyedülálló templomról beszélünk. Ezen kívül van Madicsa fürdő, ami ugye jelenleg felújítás alatt áll, másfél éve dolgozunk a villamosításán, hogy villanyáramot vezessünk oda, és kisebb építkezések és felújítások is folyamatban vannak. És ezen kívül az Ördögtó lápvidék, amit Natura 2000-es természetvédelmi terület, és gyalogos turista ösvény vezet oda. Melyik az az időszak, ami inkább turista szezonnak van nyilvánítva itt Karcfalván? Mikor a leglátogatottabb? Hát itt a hokipályából adódóan a téli szezon, illetve nem is csak a téli, mert ugye augusztustól áprilisig működik. Tehát ez a biztos, hogy a turisták által, vagy nem is csak a turisták, hanem a szállás helyett igénylők szempontjából a leglátogatottabb, de természetesen mint mindenhol a nyári periódus. Hogyan látja a jövőjét Karcfalvának? Persze turisztikai szempontból. Hát nagyon fontos lenne az, hogy Madicsa fürdőt vissza tudjuk állítani régi pompájában. Tehát gyakorlatilag ez az egyetlen olyan látványosságunk, vagy egyáltalán turisztikai szempontból értékünk, amit ki tudnánk a jövőben aknázni jobban. Több turistát tudnánk ide vonzani. Mert ugye a templom is meglátogatják, nem igaz? Tehát az egy fél órás itt tartózkodást jelent.
az ördögtúl alapvidék az egy másik fajta turizmust, a gyalogos turizmust tudja segíteni. Madicsa fürdő lenne az, ahol több turistát ide tudnánk vonzani. Itt lenne egy ilyen üdülőtelep, úgymond medencékkel, kempingekkel, sátorhelyekkel, focipálya hasonló, egy ilyen kisebb létesítményt szeretnénk létrehozni. Mi az, ami még látogatható? De mondjuk jön egy turista, megszáll itt, pár napot eltölt itt, és akkor innen még esetleg hová tudnál menni, látogatni? A környéken. Igen. Hát ugye ott látványosságnak ott van a Csíkszenttamási Csonkatorony és Feneketlen tó, akkor Csíkszentdomokoson is a Pásztorbükkbe is ellátogathat, akkor ha nézzük a Csíkszereda irányába is, ott van a Bogáti kápolna, a Pogányvár, tehát vannak itt a környéken még látványosságok. Tehát itt a zónába össze lehet állítani egy hetes itt tartózkodásra való értéket. Farkas panzió étterem. Mi az, amit tudni kell róla? Hogyan jött az ötlet például? Mivel, hogy építkezéssel foglalkozok, régi álmom, hogy egyet magamnak is építhessek. Sokat építettünk is. Egy ilyen elég tételt ad az egész, hogy ezt én fel tudtam mutatni, meg tudtam csinálni. És azt gondolom, hogy itt a jégpálya egyik legfontosabb elem az egésznek, hogy mozgás lett Karcfalván, látok benne jövőt, hogy a jégpálya által lesz vendég. Az ötlettől ugye a megvalósításig azért van egy folyamat, hogy az indítatás, ugye azt épp elmondta, de hogy hogyan találták ki például a részleteket? Ugye egy pályázat útján sikerült ezt megcsinálni. Persze nem mindent támogattak, mivel hogy nem úgy tudtuk csinálni, ahogy ők elképzelték előre. Nem támogatták a vendéglőt, mert mivel hogy 12 szobánk van fenn, akkor ők úgy gondolták, hogy ahhoz mérten egy kis étkezde kell. Én mondtam, hogy hát ha már csináljuk, akkor legyen egy vendéglő, hogy a helyi vendégeket szerintem a faluból, meg mindenről tudjunk többet befogadni. És én így gondoltam el, hogy egy ilyen kisebb összeveteleket meg tudjunk csinálni. És mondom, a legfontosabb, hogy állandós konyhánk legyen, mert mindig szerettem ezt, hogy mi is járunk sokat vendéglőbe, hogy legyen egy elitebb olyan vendéglő, ahol bármikor betérnek és lehessen enni. Tehát a stílusra visszatérve úgy határozzuk meg, hogy tehát örökké szerettem, hogy kerekasztalok, meg minden, ez most egy nekem személy szerint is elegánsabb egy vendéglőbe, hogyha kerekasztalok szerint ülnek az emberek. És most is van még pluszba kerekasztal, amit hétköznap kiveszünk, ezt a jövetelén meg betegyük, hogy több vendéget le tudunk ütetni. Egyre van igény, hogy színvonalasabb legyen. Tehát nyugodtan tudjon eltölteni ott egy pár órát az ember, hogyha bemegy a családjával. Az ételeknél tartva milyen a menü, milyen a felhozatal? Tehát hogy mi az, amire inkább összpontosítottak? Hát én ugye nem értek annyira a konyhához, de annyi kérésem volt, hogy nagy adag legyen, elfogadható ára, mert itt az embereknek még mindig az kell, és az marad meg, hogy kimegy egy vendéglőbe, hogy annyit kaptam, hogy amellett, hogy jó is legyen, hogy nem bírtam megenni. Tehát nekem ez volt a kérésem a szakácsaimmal kapcsolatban, hogy egy nagy adag étel legyen. Hogyan látja ön, vagy mennyire lehet azt felmérni, hogy milyen turisták érkeznek, honnan érkeznének ide a turisták? Hát én megmondom őszintén, én elsősorban a helyi szomszéd faluból való embereket céloztam meg, hogy én azt gondolom, még mostanig is már volt telt házunk is, és innen jönnek. Jönnek, vacsoráznak, összejövetelik. Tehát nem feltétlenül családi összejövetel, hanem egy nőnap, egy húshagyat, egy akármi. Jönnek és tele vagyunk. Gondolom, majd fognak jönni külföldi turisták is. Nem csak pünkösdet szeretném, hogy akkor jönnek, hanem majd
még nem volt időnk foglalkozni, hogy feltegyünk szórólapot, meg semmi reklámunk nincs, azt mondhatom, semmi. A megnyitón volt kétnapos megnyitónk, 100-100 ember, és azt gondolom a legjobb reklám az, hogy elvitték, és mindenkinek tetszett, és azt mondta, így szájról szára megy. Nekem leginkább azt tetszett, hogy ez egy családi vállalkozás, tehát generációk közötti vállalkozás, és azt gondolom, hogy a székelyföldi családmodell, a székelyföldi gazdaság egy hasonló modellre kell épüljön, és azon kell dolgozzunk mi mindannyian, hogy a gyerek, a szülő és a szomszédok, a barátok együtt keressük meg a jólétnek, vagy az megélhetésnek a lehetőségét. Én azt gondolom, hogy erre nem csak szükség van Karszfalván, Felcsíkban, hanem általában szükség van minden olyan helyen, ahol több lábon akar élni egy közösség, több lábon akar élni egy család. Karszfalván sok minden történt, Jelőfalván sok minden történt, Felcsíkon, Csíkban sok minden történt az elmúlt esztendőkben, és én azt gondolom, hogy ezt az utat fog kelleni járni. Bátornak kell lenni, kezdeményezni kell, bele kell vágni, építkezni kell, és hogyha téglát téglára rakunk, akkor előbb-utóbb azt hiszem, hogy a saját otthonunkat azt még otthonosabbá tudjuk tenni. Hogy jelenti azt, hogy turisztikai szempontból Karcfalva milyen fajta turistákat bír meg? Vagy vannak olyan turistáik, csak egy napra szállnak meg, vannak akik esetleg egy hétre? Tehát milyen turisztikai szolgáltatásokat tud nyújtani akár Karcfalva, ugye önmagában, vagy akár a panzió? Tehát, hogy kiegészítse. Hát a turistákra, így mint Karcfalva, ugye ide sokan eljönnek a vártemplom véget, meg minden, de itt aki tovább pillanatnyilag jön, az azt hiszem a jégpálya, hogy a sportolók azok tovább ülnek, edzőtáborba jönnek. Én azt gondolom, olyan turisták jönnek, amelyik ide, hogy amelyik csak egy kicsi keveset száll, meg egy-két napot. Nem fog lenni itt, hogy egy hetet eltört, mert annak már egy nagyobb programot kell csinálni, az össze kell fogjunk a többi vendéglátóegységekkel, és valamit kezesen majd, hogy mivel tudjuk kiszolgálni. Hát ha a környéken akarnak mind a Gyilkostó, vagy a Békási szoros járni, akkor szerintem nem távolság, hogy itt megszálljanak. Akár majd rá fogunk erre készülni, hogy egy mikrobusszal akár el is hordjuk, ha itt turistákat, vagy ha attól mivel érkeznek, mert csoportosan még érdekesebb. Én azt gondolom, hogy itt a környéketben nézni, meg az erdőre felmenni. Köszi szépen. Meg hál' Istennek a vadaink is elég van, és szerintem lesz igény, hogy felvigyük őket, és körülnézzenek az erdőket, meg mindenit itten. Mi az, amit ön ajánlana például a turistáknak, aki mondjuk itt megszáll, akár több napra szeretne itt maradni? Én azt gondolom, hogy föl kellene őket vinni egy ilyen medvelesre, vagy egy vadászatra, vannak barátaink, akik ezzel foglalkoznak, és az volna nagy élmény egy turistának, egy idegennek, hogyha egy ilyen be részt vehetne. Vagy egy télbe, vagy nyárba is egy lovas, szekeres út, szánúttal elvinni, ezek fognak meg a turistákat. Meg minél több házi jellegű étel legyen, és ezt szeretik. Persze van itt is nekünk is szauna, meg fitness, aki megszáll is, esetleg kényelmesen el akarja tölteni az estét, de az idegen turistáknak ez volna az élmény egy vadászatra elvinni is. Én azt gondolom, hogy ezt meg tudnám oldani. Eladni a megtermelt gabonát, akkor jött tőlük az ötlet, hogy állattartással is kellene foglalkozni, és feletetni a megtermelt gabonát az állatokkal, akkor az állatoknak az áruk, az eladási áruk valamivel jobb volt. Megtörtént ez a lépés is a részükről, és amikor az állatokat se lehetett jó árban eladni, akkor a szegény parasztok megint összedugták a fejüket, és kupak tanácsot tartottak, hogy na most akkor mit csináljunk. Megvolt a felület, az épület maga,
Tehát a padlásteret kellett tulajdonképpen beépíteni szobáknak. Használatlan volt ez a felület, és így jött az ötlet, hogy próbáljunk az agroturizmus terén tevékenykedni. Csak saját vendégeket látunk az éttermünkben, annak érdekében, hogy a vendégnek az intimitása meglegyen, nem vendéglő formában működünk, egy zárt körű kis tevékenység. Hogy megsegítsük ugye az állattenyésztőket, ugye, hogy a kész ételt a saját levágott állatainkból tegyük az asztalra, így jutottunk erre a végkifejletre. Hústermékekből ugye saját házilag elkészített termékeink vannak, szalámit, kolbászt, most már többfélét is készítünk. Ugye a tejet is fel kell használjuk, ezért sajtot készítünk, és ezekkel a termékekkel, saját termékekkel, biotermékekkel mondhatom így, kecsegtetjük a vendégeinket. Hogy van egy része, akik a bio ételeket, tehát azt, amit falun meg lehet kapni még egyelőre, a falusi jóízű eredeti termékeket keresik. Egyesek barátokká váltak, barátként térnek vissza, szájról szájra terjesztik a jó hírünket, így mond. A másik kategória pedig, hogy tudod dolog, hogy Karcfalván fedett korcsolyapálya van, a másik része a sportolókból álló vendégsereg, akik szintén szeretnek jól étkezni, és ugye nekik kell is a konszisztens étkezés. Itt a paraszt próbálja megteremteni magának azt a betevő falatot. És ez a fajta mentalitás még mai napig is egy nagyon egészséges mentalitás, mert dologra, munkára készteti őket. Tehát az az ember, aki a saját élelmét megtermeli magának, az már azt mondom, hogy meg fog élni. Ezt próbáltuk felkarolni az aktivitásunkban is, mi is ezt próbáltuk követni. Nagyon tetszett lévén, hogy én ugye nem idevalósi vagyok, de nekem ez a része az emberekbe, ez a törekvésük, ez nagyon tetszett, meglepett. Idő kellett elteljen, amíg rá tudtam hangolódni ezekre a dolgokra, a hagyományokra, amiket őriznek az itteni emberek. Feldolgozó. Tehát a gyapjú mindenkinek valami mást jelent, de ma önöknek, mint gondolom családi vállalkozás, egy a megélhetést jelenti. Hogyan jött az ötlet, hogy gyapjú feldolgozóval foglalkozzanak? Hát ez 25 évvel ezelőtt kezdődött. Igazából mind ötlet később érlelődött meg. Ez a vállalkozás akkor 25 évvel ezelőtt egy eléggé nem egy jövőképet adó dolog volt. Akkor el sem tudtuk képzelni az akkori gondolkodással és az akkori világban, hogy mi még egy negyed száz esztendő múlva is ezzel fogunk foglalkozni. Akkor annyira nagyon távolinak tűnt. Ma már egy élő valóság. Kell rakni a gyapjút. Ez lesz a következő zsák? Igen. Adjam? Lehet. Jó bátran. Nehogy valamit rosszul csinálni. Mi az, amit feldolgoznak? Tehát itt látjuk, hogy megérkezik a gyapjú, fölteszik ide, itt mit csinálnak, mi történik itt? Itt gyakorlatilag a gyapjúnak a fésülése történik, ami azt jelenti, hogy ezeket a pödrött szálakat, ma ugyanis most berke gyapjút fésülünk, ezeket a pödrött szálakat szépen kifésüli, és a saját vékony szálait, amikor kifésüli a gyapjúnak, akkor egymásba illeszti, és ezáltal kap egy jó tartást. Tehát egy egyenletes, szép paplan jön ki majd túlfelül, és lesz egy tartása a gyapjúnak. Amellett
még mindenféle anyagot, ami a mosásnál, vagy nyáron a legelésnél a juhok felszednek a legelőkön, bojtorjány, búrjány, mindenféle fűmagok vagy száraz növények benne maradnak a gyapjúban, akkor ezt most ez a gép kipalja. Hogy amikor a fonal készül, akkor már, amikor fonásra kerül a gyapjú, akkor már legalább 30-40-50-60%-kal attól függ, hogy mennyire volt ugye szemetes a gyapjú, amikor nyírták. És nem csak a gyapjúnak az előkészítésével foglalkoznak, hanem maga gyártanak is belőle. Teljesen kész terméket készítünk, ami azt jelenti, hogy minden technológiát a mosatlan, lenyírt, mosatlan birkagyapjútól a végtermékig, a kéztermékig, a kézi szőttes, tehát a kézzel szőtt csíki rakottas szőnyeg vagy torontáli mintázatú, hát ez a marketing neve, csíki festékes szőnyeg, amíg elkészül, ezen kívül még nagyon-nagyon széles körű a termékskálán. A feldolgozási technológia viszont abból áll, hogy a megnyírt, lenyírt birkagyapjú ide kerül hozzánk, a gazdák ide hozzák, mi megmossuk, kiválogatjuk, megmossuk, a mosás után szárítás következik, és a szárítás után jön a tépés, a gyapjúnak a tépés, amit régen otthon kézzel csináltak, teljesen szétszették kézzel este a fonókba, ugye ez volt a szórakozás, ez esténként összeültek, mert amúgy ez egy elég unalmas dolog kézzel ezt megcsinálni, és azért ültek fonókba össze, hogy ott szórakoztak, a férfiak kártyáztak, beszélgettek, és az asszonyok pedig az az idő alatt tépték a gyapjút. Ugyanúgy ők is kiszedték az ilyen nem odaillő idegen anyagokat, hogy a fonásnál, amikor fonódik a gyapjú, akkor már ne legyen szén a gyapjúba, mert akkor nem volt ilyen, hogy savval kiégetik a gyapjúból az ilyen idegen anyagot, hanem akkor azt kint kézzel kellett kiszedni. Na most az utána való sorrend, úgymond a gyapjú feldolgozásban, az a újra fésülődik a gyapjú, ez egy durvább fésülés, ami a nagyobb darabokat palja ki, meg a nem odaillőket. Utána pedig átra kerül ugyanilyen az ikertestvérihez ennek a gépnek, és az már egy finomabb húzattal van ellátva az a gép, és már sokkal finomabb, tehát még rámunkál arra a megmunkált gyapjúra, hogy még finomabb legyen majd a végeredmény. Az előfonal viszont utána átkerül a fonógépre, sodrógép, ahol megkapja a végleges erősséget, vastagságot és pödrési vonalat. Kik azok, akik érdeklődnek az ilyen termékek iránt? Tehát, hogy hol van piaca ennek, vagy hogy kell egyáltalán ezt elképzelni? Hát az érdeklődési kör érdekes mód még mindig az állattartó gazdák elsősorban, és olyan emberek, akik úgymond már ébrednek, vagy már felébredtek, és azt mondja, hogy igenis elég volt ebből, ami megy, ami van, én nem akarok többet műanyagot, én nem akarom a gyermekeim életét tönkretenni, nem akarom a környezetemet tönkretenni. Tehát segíteni akarom a helyi embereket, segíteni akarom a helyi vállalkozásokat, tehát a termelést segíteni akarom, nem pedig a vásárlás a fő cél neki, mert az egyszerű gazdálkodó, hétköznapi gazdálkodó embertől, akinek 3-4-5 juha van, talán azok ragaszkodnak a legjobban, hogy az a kicsi gyapjú az ne vesszen kárba, hanem elhozza, megfonassa, hazaviszi utána otthon lájbitköt belőle, vagy zoknit, vagy derékmelegítőt, vagy akár kis belépő szőnyegeket horgolnak belőle. Utána jön az a kategória, akinek több juha van, tehát ilyen 40-50-100 fős juhosok. Ők már abba gondolkodnak, hogy az egész lakásba kicserélni a műanyag szőnyeget, kicserélni a műanyag paplant, párnát, derékaljakot, lehelyettesíteni gyapjúval. Úgy értettük, hogy van ilyen bemutató üzlet is, ugye itt, és gondolom a turisták, akik ide jönnek, vagy az érdeklődők ott érdeklődhetnek gondolom a termékek iránt. Van egy olyan jó lehetőség annak a turistának, aki erre vetődik Csík-Karcfalva és környékére, a sok látványosság mellett, ami Karcfalván ugye van,
van egy olyan lehetősége, hogy előzetes egyeztetés alapján beengedjük a manufaktúrába, és végig kalauzoljuk a manufaktúrába, mindenféle csínyá-bínyát megmutassuk a gyapjú feldolgozásnak. Gyakorlatilag megláthatja, van lehetősége meglátni a gyapjú útját. Karcfalva községhez tartozik Jenőfalva is. Itt van egy gyönyörű tájház, amely készülőben van. Igazából most készítik elő majd a turistáknak, az ide látogatóknak. Figyelmükbe ajánljuk, hogyha erre látogatnak, mindenképpen térjenek ide be, és tekintsék meg, és vigyék hírni. Én köszönöm szépen figyelmüket, és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek továbbra is. A legközelebbi viszont látogatásra!